Szép jó estét kívánok! A fehérvári beszélgetések extrának a jelmondata egyszer volt, igaz volt, hiszen 70. születésnapját ünnepli az Alba Régia Tánc Együttes, és ebből az alkalomból beszélgetünk azokkal, akik nagyon sokat tettek azért, hogy az Alba Régia Tánc Együttes itthon és külföldön is ismert és elismert legyen. A legendák köztünk járnak, és hogy ez mennyire így van, mai vendégem Bogárdi Lajos bácsi, nagy tisztelettel köszöntöm, Lajos bácsi, aki bizony ebben az esztendőben ünnepli 94. születésnapját, és ugyebár ő a Fejér megyei népi együttes alapító tagja. Örülök, hogy itt van velünk. Én meg nagyon szépen köszönöm, hogy beszélhetek róla, hiszen no, hát akkor... annyi szép emlékem van róluk egész végig. Előttem van az, hogy ebből az Alba Régia Együttesnek nevezett városi tánccsoporttal kezdődött. Így van. No, de viszont kezdjük talán úgy, hogy a 1925-ben a homoksor 50 alatt született egy kisfiú, aki aztán kiderült, hogy nagyon sok megpróbáltatásért, viszont egy olyan életutat futott be, ami ma is példa számunkra, hiszen nem csak a Fejér megyei népi együttes alapító tagja, hanem akkor még a gróf Széchenyi István nevét viselő szakközépiskola, tehát a gépipari technikum tanáraként is dolgozott, töretlen vitalitással mindez. Amikor felcseperedett egy gyermek, milyen utat lehetett választania, hiszen ne feledjük, még a II. Világháború előtt voltunk. Hát az, hogy miért választ az ember, az sajnos nem egészen rajta múlik, mert sajnos, amikor én megszülettem, akkor gyerekszülésben meghalt az édesanyám. Így kezdődött az életem. Édesapám megnősült azért, hogy e mögött, az 5 éves gyerek mögött álljon szülő, anya, és akkor elvette édesanyám a húgát feleségül. Így kerültem aztán be teljes egészében homoksor 50 szám alatt a Bögyös családba. Nagyapám parasztember volt, birkapásztorként jött be Székesfehérvárra. Ott aztán hát dolgozott, mint fuvarozott, amit lehetett, minden munkát elvállalt. És amikor már én kezdtem cseperedni, és láttam, hogy tulajdonképpen kik mik vannak körülöttem, akkor már nagyapámnak homoksoron állt a háza, hátul a kertje, meg volt a földje, és mindez abból, hogy ez a birkapásztor gyerek dolgozni akart. Mert ma is úgy van szerintem, hogy aki dolgozni akar, az megtalálja a munkát is. Legalábbis magamról így tudom, mert ha dolgozni akartam, nekem mindig volt munkám. Nos, hát akkor, ha folytatnám, ugye 5 éves voltam ekkor, édesapám a MÁV-nál dolgozott, mint kovács, kovács csoportvezető, és hát nyilvánvaló a református iskola elvégzése után, hát én először a gimnáziumba mentem, csak most, hogy visszagondolok, én voltam az oka annak, hogy a 4. osztályban a tanárom, a Szabó Kipál latin tanár megkérdezte, hogy Bogárdi, jössz ötödikbe? Nem, mondom, tanár kérem, elmegyek inasnak. Jó van, fiam, átengedtelek. Hát ez volt a Szabó Kipál, akire később fölnéztem, és tanár kollégám is lett. Szóval így kerültem aztán a MÁV műhelybe. Hát először lakatosnak vettek fel, lakatos tanulónak. Hát sok szeretettel emlékszem az akkori tanítóimra. Tanárt is nyugodtan mondhattam volna, mert hiszen a mesterségüknek olyan képviselői és cselekvői voltak, és nem hiszem, hogy tanárképzőt végeztek, de ragyogóan tanítottak bennünket az akkori lakatos mesterségre. De engem annyira bosszantott, hogy én nem lehetek esztergaős, mert nem tudom hogyan, de mint a nagyapám mondta volna, hogy azok olyan úri emberek. Nem mintha én az akartam volna lenni, csak hát ez is volt egy indítatás arra, hogy fiam, hát jó, az egy jó mesterség. Tényleg az volt.
nagy nehezen. Aztán hát az édesapám patronállására, aki, mint mondtam, ott volt kovács, nagy nehezen az utolsó két évet, tehát én nem három, én négy évre szabadultam föl, mert jó egy évet az esztergályos műhelyben tanultam. És hát milyen volt az akkor a tanítás? Hát az, hogy rendkívüli jó mestereim voltak, és arra is emlékszem, hogy ezek az esztergályos, lehet, hogy ez az esztergályos mesterség magával hozott egy bizonyos, hogy mondjam, nem jó kifejezés az, hogy magasabb rendűséget, de valahogy ők tanultabbak voltak. Valahogy az esztergályos mesterséghez valahogy egy kicsit talán több minden kellett, mint mondjuk a kovács műhelyben ütni a vasat, bár hozzá kell tennem, hogy a kovács mesterség se lebecsülendő. Így van. Semmiféle mesterség, akik tisztességesen csinálják, ott azokkal probléma soha nem lehet. És ezek az esztergályosok is, hát azért merem mondani, hogy azért a krémje volt az ottani nagy társaságnak, mert hát hiszen jó pár száz ember dolgozott ott. És hát olyan emberek voltak, olyan mesteremberek voltak, olyan egyenes, becsületes, szakmát szerető emberek voltak, hogy hát biztos, hogy most is van olyan, csak hát most már az ember nem él köztük, és hát nem tud róluk sokat. Ugye 1944-et írtunk, amikor hadi érettségit kellett tennie, ugye? És az az időszak a háború előtt közvetlenül, a háború után pedig meghozta azt is, hogy a MÁV-ban, ugye a MÁV az egy frekventált intézmény volt, igen, akkor is. Igen. Tehát ahogy én emlékszem, vagy ahogy utána néztem, hogy volt fúvószenekar, vonószenekar, cserkészcsapat, vegyeskar, és ami a legfontosabb nekünk a beszélgetés okán, hogy bizony 1946-ban volt néptánc csoportja is. És ez lehetett az eredendője, ugye, a táncnak. Na igen, hát ez az. Nagyon sokan voltak az Ibli gimnáziumból is, ahol én nekem ismerősökkel kellett találkoznom, mert ugye korba együtt voltunk, és ezeket a úgynevezett leventéket vitték ki Németországba. És akkor ezt most már el kell mondani, meg kell mondani, mert sajnos ezzel eddig nem foglalkozott senki. Pedig ezzel is kellene, elnézést kérek, hogy erre is rátértem. Azt, hogy 1944. december 8-án, 8 óra 25 péntek, elindultunk a Kossuth utcán Németország felé. Csehi László, esztergályos kollégám, Burján Tóni, szintén a MÁV-tól, és én, Mórig gyalog. Vittek ki bennünket ott, Móron, ott egy majorba, azt hiszem nagy major, hogy hívták, ott kaptunk szállást, és akkor ott jöttem össze egy iblis társasággal, és mi megalakítottuk az úgynevezett hatos fogatot. Úgyhogy mi hatan rendszerint együtt, volt olyan eset is, hogy én lemaradtam a vonaton, mert látom valami érdekeset meg, hát hogyha az ember talált egy kis krumplit, azért már leugrott a vonatról, és vittek bennünket Németországba. És kerül, azt Mórolt Kisbérig, akkor Katonaúton, Komáromig, stb. Akkor találkoztam az unoköcsémmel, akkor találkoztam egy velem szintén koros ottani tanunc iskolából az egyik harmonikás legénnyel, megmondom a nevét, Fodor Rezső legyen benne, hogyha hát, ha valaki még ezt tudja, hogy ki volt. No, de hát az nem jött velünk. Aztán így kerültünk ki Németországba, és nem húzom az időt, ott minket gépfegyverhez, Reichsübungsflag, Siebenunddreißig, úgy hívták ezt az akármit, és hát én onnan, Sopronon keresztül, Pápa 21-22 Fehérvár, értem haza. Hát szüleim, hát ment a hírem úgy, hogy édesapám már futva jött előttem,
És hát a házunk beütést kapott egy lövegtől, úgyhogy azt csinálgatta ott egyébként kint Maroshegyen a nagynéni még laktak. Na most még annyit a nagyapámat egy kihagytam egy pillanatra, pedig érdemes róla beszélni, mert birkapásztor is volt, paraszt gyerek volt, stb. És vette magát itt. Úgyhogy akkor már, amikor nekem kinyílott egy kicsikét a szemem, eszem is talán több volt, akkor hát az a gyerek bejött birkapásztorkodásból Fehérvárra, volt vagy 11 néhány éves, és akkor 1925-ben a nagyapámnak megvolt a kocsia, a lova, az istállója, Vertfalu háza volt Homoksor 50 szám alatt, hátul volt egy kert, kint volt a páskumba, a szálló szántója, meg stb. Stb. És ez a paraszt gyerek, igaz, hogy még a vasúton is oda mondta, hogy te fiam, Eszterjá, és legyél már az a kuri emberek. Szóval, na hát, nekem ezt így mondta. És nyilvánvaló, hogy sok hozzáértéssel vezette a kis gazdaságát, mert hiszen a szomszédok, ha lovat akartak venni, akkor hozzámentek, hogy Bögyös, gyere velem lovat venni. A Bögyös ment. Bögyös, mikor szántunk? A Bögyös megmondta. A Bögyös azt mondta. De ezt most elmondtam, hogy legyen benne egy kis jó humor is. Azt mondja, hogy forog a főt, forog a főt. Amikor mi ide gyűjtünk lakni, a Gödriék akkor is arra laktak. Most is arra laknak. Forog a föld. Forog a föld. Na, erről egyet. Hát nem tudom, hogy mennyire részletezzem még, hogy visszamentem újra a Mávra dolgozni, mint esztergályos, és akkor a Csehi Laci barátommal, akivel szintén ott kint találkoztam, meg még egyik másik gyerekkel, beiratkoztunk az esti tagozatra a gimnáziumba. Hát ugye azt kezd. És hát akkor már volt neve annak, hogy milyen név alatt futott ez az esti tagozat. Hát nem hoztam el, hogy világot, hogyha majd. Na, szóval csak annyit, hogy ezt a mai gyerekeknek is el kellene mondanom, hogy ugye a Szabó Kipali azt mondta nekem, Bogárda, jössz ötödikbe? Én azt mondtam, hogy nem, elmegyek, átengedlek, fiam. Ebből a latin tárgyból, és kimerem jelenteni, mert a bizonyítványomban benne van, színjeles voltam. Amikor megindult az esti tagozat, és akkor már órákra jártunk, akkor ilyen a gyerek, akkor már nem voltam latinból újra jeles. Mert hogy mondjam, akkor vizsgázni kellett. Ugyanúgy kellett vizsgázni, mint ugye én is úgy érzem magam, hogy én most is vizsgázom. És csak azt szabad mondanom, ami az igaz. Mert azt viszont édesapám, mégtől szüleimtől tanultam. Ne mondj semmit, fiam, de ha mondasz, akkor igazat mondjál. No, akkor MÁV, tehát továbbra is a MÁV-nál tartunk, igen. És a néptánc csoportnál. Igen, Túlzó Gerőbácsi volt ugye a néptánc csoport vezetője. Hát azért egy kicsit előről kell kezdeni, tulajdonképpen de református vagyok, és nyilvánvaló, hogy akkor a Bódás János volt a református pap, és annak a vezérletével, így kell, hogy mondjam, megalakult a Solideo Gloriának az egyesülete. És mi ott, a református templom melletti kis kultúrházba, ott ilyen esténként, szombatonként, vasárnapként kis rövid darabokat eljátszottunk. És egyszer azt mondja a Boldás, te Bogárdi, valami népi tánc kellene ide. Ebben a kis egyesületben ezt is, mert úgy hallom, hogy hát aztán én is hallottam, és akkor Peresztegi Pista szegény barátom meghalt, azt tanította meg nekem a kanásztáncot, azt a két botos kanásztáncot. És emlékszem, a Bódás azt is mondta, amikor beöltözve csináltuk a nagy próbákat, azt mondja, hallja, magának nagy sikere lesz ám, hát volt is ott. Na, ez első táncom volt, ez a bizonyos kanásztánc. Itt aztán ugye
felfigyeltek a MÁV-nak a táncosai is, és akkor én is bekerültem a MÁV tánccsoportba. Na most a MÁV tánccsoporttal kapcsolatosan van egy fénykép, a csoport áll fönn a színpadon, az akkori MÁV kultúrháznak a színpadán, Prohaszka templom mögött épült újja, amit lebombáztak, mert az eredetit lebombáztak, ez pedig az egy csodálatos hely volt. Volt akkor, mint az István terem, meg, de mindegy, hát nem is az a lényeg most, hanem itt ezen a, hogy mondjam, az egyesületbe, hát ment nekem a kanasztant, és mondom, a Bódás azt mondja, hogy nos, hát tényleg az volt. És nem tudom már pontosan, mondta valaki, hogy a MÁV-nak van egy tánccsoportja, és menjek oda táncolni én is. Átmentem. És akkor, na most azt majd befogom esetleg, hogyha alkalomattán találkozunk, de amikor csináltak velem egy ilyen beszélgetés, kedves felesége ott volt, és akkor egy kis képen rajta van az akkori MÁV tánccsoport. Igen, megvan az a kép. Igen, na hát ott van a Tarci gyerekek, ott vannak mind a kettő. A Zoli az még csak pikulázott. Az nem táncolt, pikulázott a Zoli. Igen, Horgas Poli, Fekete Feri, Vadányi Jani, Tarci igen. Laci, Tarci Zoli. Igen, és a mind többiek. Jó magam, hát jó magam. Ez egy tudtam. Nagyszerű csapat volt. És hát akkor, ezek a legjobb táncosok voltak Fehérváron. Hát akkor innen is, onnan is. Például a Fekete Feri aztán később onnan jött közénk, mert hiszen ennek a csoportnak a nagy része. A feleségem is ott táncolt egyébként, akit elvettem később feleségül. Csak ő nem tudom pontosan, talán én voltam elég erőszakos, hogy jöjjön velünk akkor, amikor megalakult a városi tánccsoport. Igen, tehát itt most a következő kérdés, hogy honnét jött a gondolat, hogy a sok fehérvári tánccsoportból legyen egy, és az legyen az az igazi nagy tánccsoport. Na most, tulajdonképpen a Gerő bácsi okított bennünket a táncra, ott a MÁV-nál. És akkor mi ott megbeszéltük, hogy hát ennyien vagyunk, nem jönnek többen. Kellene egy szép, nagy városi tánccsoportot csinálni. A Gerő bácsi elintézte azt, hogy ránk bízták az Imre termet, hogy abból folytathatjuk. Hosszú Vili, mint zenekarvezető, megbeszélte vele nyilvánvalóan a város. Nem tudom, hogy a város azt kiintézte. És akkor az adta volna a zenekari kísérletet. Mi meg hát szétszórtuk a híreket, hogy mi alapítunk itt Fehérváron egy központi tánccsoportot. És aki csak akar, ide jöjjön. Na most nagyon jól emlékszem, akkor már az iskolának is volt egy tánccsoportja. Mert akkor már aztán 49-szer én ott tanítottam a gépipariban. Igen. És kérlek szépen, ott voltunk kint, és akkor vártuk, hogy kik jönnek. A Gerő bácsi, jó magam, Fekete Feri és Cetneri Bolya, Kincsesbányán még él, a Szűcs Laci, az meg lent Pécsen van. Napokban ezekkel mindegyikkel beszélő viszonyban vagyok, mert fölhívjuk, hogy most beszélgetünk erről arról. A Laci és az Ibi is tud arról, hogy itt lesz velem egy ilyen beszélgetés, és mondták, hogy hát nagyon ők is örülnek neki. Ha éppen kellene bármikor föl lehet őket hívni telefonon, vagy bármi, meg lehet őket kérdezni, hogy Laci, te mit tudsz, vagy az Ibi mit tud, még ahogy hívják róla. Na, szóval lényeg az aztán innen-onnan, nyilvánvaló a vadásztölténygyárból is, ott is ugye volt egy kis tánccsoport, hát mi aztán elkezdtünk. Na most honnan jött a tánc? Hát mondjuk egy meg volt az én kanasztáncom. És akkor hát innen, onnan a Gerő bácsi próbálkozott velünk, és ő csinálgatott kis koreográfiát, stb. Ami, hát ő tulajdonképpen ő népi táncot nemigen tanított, mert hát társas tánc, illámton társas tánc, az volt ugye az ő területe. De jöttek a fiúk,
és hát lányok is jöttek. És akkor egyszer csak voltunk, vagy 20-an is. De hogy sikerült a táncokat találni? Hiszen az nagyon-nagyon fontos, hogy, hát hogy Gerő milyen bácsi, forrást találnak. A Gerő találnak. Bácsi az volt, amelyik hát, a Sudridrom. Gerő bácsi volt. Szóval arra elkezdtük, aztán ott volt a másik. Hogy egyszerűen fogtuk magunkat, és ugye megalakult közben az Állami Népegyüttes is. Igen, Rábai Miklós. Rábai Miklóssal is, és fölmentünk, és ahogy olyan, amit ő tanított, elloptuk. Itt is próbáltuk csinálni, stb. És mondom, a Gerő bácsi volt akkor a koreográfus, vagy én nem is tudom, hogy mi volt, hát. És hát csináltuk a magunk dolgát, tanultuk a táncokat, valahonnan mindig jött valaki, valami mindig mutatott valamit, valahol a Gerő bácsi, vagy összeállított valamit, és azt már ugyan nem tudom, hogy melyik volt az első szereplésünk ezzel az együttessel, mert, de azt, hát arra emlékszem legjobban, hogy mi följártunk Pestre, Rábaiékhoz, és amit csak lehetett, elloptunk. Elloptuk, és akkor itt betanítottuk. Na most itt mindjárt én előre is szaladok egy kicsit, hogy hozzánk csatlakozott, nem mint néptáncos, csak mit érdekel a tánc, a Botos Jóska. Akkor már nekem volt panóniám, a Jóska fölült hátra, fölmentünk Pestre, mert érdekelte őt a tánc, a népi tánc. És akkor megnéztük, hogy a Rábai mit csinál, hogy csinál, és megmondom őszintén, hogy a Rábainek egyik-másik táncát elloptuk, és betanítottuk. A Jóska nem táncolt, egy jó darabig, nem tudom pontosan meddig, de viszont arra emlékszem, hogy ő hát a KSZG-be ott dolgozott különben, az akkori köszörűgépeket ő is csinálgatta, és hát műszakilag kapcsolódtunk mi először össze. Csak aztán tetszett ő neki ez a tánc is, az én barátságom is tetszett neki nyilvánvaló, és nagyon-nagyon jó barátok voltunk, és mondom, hogy együtt jártunk fel Pestre, az Állami Együttes, a Botossal együtt, és hát a Botos, ha nem is tanított, de néha bele-bele szólt, hogy az Államiban így csinálták, meg úgy csinálják, mint csinálják, és hát szépen nőtt a repertoárunk. Úgy most az első nekifutásra nem tudnám mi mondani, melyik is volt az első lánytánc például. Meg azt hiszem, azt a fényképet, amit mutattam. Igen, ezt látom. Azt aztán teljes egészében ott vannak rajta az akkori fiúk regények, az egy siófoki fellépés. Ott van a hátulján, ott van a névsor. És azt mi... Többek között merem mondani, hogy én megtanultam fönt, és itt hát, tanítottam be a társaságnak. Igen, hát ez a Vadányi, Kurovszki Mihály, Mocka Miklós, Töreki Dezső, Horgos Lajos, Szűcs László, Kis György, Fekete Ferenc, ugye ezt ismerjük, és ugye ez a siófoki Vidámvásáron készült ez a kép. Igen, többek között. Ezt így azért megmutatom messziről. Lajos bácsi, az idő közben meg elrepült. 40 esztendeig táncolt. Hát... Ez elég volt, mert hiszen mire megtörtént az Alba Regia táncegyüttes elődje, tehát a népi együttes felépítése, siker nem. Sikerre halmoztak. Nos, hát az volt, hogy nősülés előtt voltam. Beleszerettem ahova a szép kislányba. A feleségem, hát persze nem úgy szerettem vele, hogy aztán téged el foglak venni feleségül, de úgy rájöttem, hogy ezzel milyen jó. Igaz, hogy nem jár oda a táncra, meg minden, de rendszeresen találkozunk. Elmondanék akkor az akkori időre is, ez hogy hívjálkozik. Ezt el kell mondanom. El kell mondanom, hogy voltunk mi akkor fiatalok. Én a Magdit, így mondom, mert hiszen az a feleségem neki a neve. A táncpróba után elkísértem haza akkor, ha az a két-három fiú, aki közül az egyik udvarult neki. Ha azok ott pingpongoztak, és ők kísértek, én nem kísértem haza.
Ha nem voltak ott, persze, hogy elkísértem haza, mert neki is rendkívül jó humorérzéke volt, és hát aztán nem, de hát a kérdésebb azért mégiscsak megtudtam, hogy valóban olyan humorérzéke van. Elnézést, hölgyeim, hogy a hölgyek ritkaság. Valahogy nem tudom, valahogy a férfiaknál, talán az én már merészebbek, azért van több humor. Kísértem haza, és én hazáig nevettettem. De csak akkor kísértem, mikor ezek nem voltak ott. Aztán egyszer mondták, hogy hát a Horgosainak az öccse, meg a másik fiú, meg a harmadik, hogy hát én ne nagyon kísérgessem. Mondom, gyerekek, hát én akkor kísérem haza, amikor ti nem vagytok ott. Hát miért fáj ez nektek? De hát ők így meg úgy. Mondom, hányan lesztek? Hát persze, mit mondja nekik az ember? Na most attól kezdve aztán valahogy elmaradt az akkori udvarolja, vagy máshoz járt, és emlékszem, ezt is el kell mondanom, hogy mert legyen ez egy annyira őszinte beszélgetés, hogy akárki meghallja, még ha rossz fényt vett rám akkor is, de el kell mondanom. Én attól kezdve én kísértem haza. Humorizáltunk végig. Utána ő bement, én mentem tovább. Egyik alkalommal tovább megyek, kijön a mama. Bogárdi úr, nézze, üzvegyasszony vagyok. Három lányom van. Ez a középső, van még egy fiam, meg egy kis leblányom. Mi becsületesen neveljük a lányokat, stb. Mondtam, kérpel mama, tudom, mire gondol. Amire tetszik gondolni, én a lányat kedvelem, talán szeretem is, de ne tessék rosszra gondolni. Nézze, én nagyon őszinte ember vagyok. Amire tetszik gondolni, arra megvannak a városban megfelelő hölgyek. Elnézést kérek, nem tudom, ez mennyire megy keresztül most a, hogy hívják a televízión, de ez így volt. Hogy mondjam, és hozzá kell tennem, most már vége felé járunk. Igen, de hallgatom le is. De meg kell mondanom, hogy engem úgy érzem, hogy akik most is ismernek, vagy régóta ismertek, hogy én becsületes embernek tartottak, és annak is tartom magam, és soha nem szoktam visszaélni azzal, ami én bennem olyan volt, hogy esetleg más irigyelhette, hogy most a Bogárdi jobban keringőzik, mint a másik, vagy mit tudom én. És én úgy érzem, hogy az élet akkor érdekes és értelmes, hogyha az emberek becsülete és tisztességgel élik le az életüket. És az, hogy életemben én tettem egy rosszat másnak, akár magamnak, mert ilyen is előfordul az ember néha az életében, de úgy érzem, hogy ha befejezem, akkor nem emlékeznek rám rossz szívvel az emberek Fehérvárról. Így van. Én azt hiszem, hogy Lajos bácsira mindenki jó szívvel emlékezik. Én köszönöm szépen, hogy megtisztelt bennünket, és természetesen fogunk találkozni, hiszen ez a 70 éves jubileum arra való, hogy emlékezzünk. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én megköszönöm, hogy itt lehettem. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Bogárdi Lajos bácsi volt, az Alba Régia Táncegyüttes alapító tagja. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!